1971 óta zajlik környezeti nevelés Tiszavasváriban az ottani oktatóközpont központ és nevelő munka adta az ötletet a Tiszalöki ökocentrum megépítésére. A férjemnek volt egy nagy álma, hogy a környezeti nevelést még nagyobb teret kapjon itt a térségbe. A gyerekeket táboroztatni és olyan ökoturisztikai helyszínekre elvinni, amit egyébként lehet, hogy nem keresnének fel önállóan, és itt ez a a Tisza térség ez pontosan erre nyújtott egy nagyon jó alkalmat, és hiszen a Tisza gyönyörű, a Tisza könnyéke csodálatos, és ezeket a természeti értékeket szeretnénk a gyerekeknek megmutatni. Ebben az álomban segített, hogy megvalósuljon Dan Tamás, aki a komplex csoportnak a vezetője, és ő, pályáz, ő, ő segítségével pályázta meg az alapítvány ezt az ökocentrum létesítményt. A Kis Tisza Ökocentrum Tiszalök egyik főutcáján található, a környezeti neveléshez kapcsolódóan pedig terepgyakorlatokat és ökoturisztikai programokat szervez majd, ezekhez használják majd a modern kutatási tevékenységeket is segítő eszközöket, amelyek már az Ökocentrumban sorakoznak egymás mellett. Remekül fel van szerelve, olyan fölszerelése van, hogy aki ide bejön, annak eláll a szeme, szája, a lesátor kezdve, a, 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 a csillagászati távcsőig minden van. Mikroszkopok, szóval remek lehetőségek a gyerekek számára. Azon kívül, és ez nagyon fontos, szolgálja a turisztikai a, a programját is, éppen úgy, mint a tanösvény. A Tisza-Löki tanösvényen a projektnek köszönhetően kerékpárokkal is tudnak közlekedni majd az ökoturisták és a gyerekek. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg. A pályázó a Tiszavasvári Bősbagyok Alapítvány, aki 95%-os Európai Uniós támogatást kapott, 500%-ön biztosított hozzá. A, a pályázatot e, megvalósította és menedzselte a komplex cégcsoport, és... E, a működési területe pedig a, a tiszalök természeti adottságait kihasználva, a tiszalöki Kenyegyári holtág, amely egy 26 hektáros egybefüggő vízfelület. A holtágnál található az ökocentrum fogadóépülete. Innen indulnak majd az érdeklődők a növényeket és állatokat figyelni, kutatni.